90 hátrányos helyzetű tanuló táborozott városunkban augusztus 14-e és 20-a között három Borsod megyei település sikeres tanodaprogramjának köszönhetően. 4., 5., 6., 7. és 8. osztályos Sajóhídvégi, Kázsmárki és Tiszalúci fiatalok érkeztek a Zsóri Zsibongó gyermeküdülő és ifjúsági táborba. A tanodának nyilván az a célja, hogy a gyermekeket ugye kötetlen formában, vagyis játékos formában segítsük a tanulmányi átlagnak a jobb eredményt eléréséhez. Ez tulajdonképpen, most nem azt mondom, hogy mint egy felzárkóztatás, de lényegében elősegíti a jobb eredmény eléréséhez. Tehát ez egy jó lehetőség a kormány részéről felénk, romák felé, hogy ezen a területen is sokat tehetünk a gyermekeknek a felzárkóztatására. Egy hét alatt több különböző sportos, fejlesztő, kézműves és dráma foglalkozáson vettek részt a gyerekek, kirándultak, strandoltak, továbbá megtekintették a Matyó Múzeum, a Kis Jankobori Emlékház és a Mezőgazdasági Gépmúzeum tárlatait is.